Évente 5-6 ezer új megbetegedést regisztrálnak, és mint egy 2000-en vesztik életüket a merrák elleni küzdelem során Magyarországon. Novák Enikő, a Kanizsai Dorottya Kórház mammográfiás laborjának vezetője hangsúlyozta, a betegség korai felismerése életet menthet, de sajnos csak nagyon kevesen vesznek részt rendszeresen a szűrővizsgálatokon. A rózsaszín október elnevezésű kampány 1985-ben indult. Ennek célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a szűrés fontosságára. Az emlőrák a nők rosszindulatú daganatos megbetegedései között az első helyen áll. A kor egyre fiatalabb korosztályt is érint, de túlnyomó többségében az 50 év felettieket veszélyezteti, mondta el Novák Enikő. A szakember hozzátette, 2001 óta a 45-65 év közötti hölgyeket két évente ingyenes szűrővizsgálatra hívják be, hogy minél hamarabb kiderüljön, ha baj van. A két szűrés között magyarul két év telik el, ami azért egy elég hosszú idő, és ez alatt kialakulhat bárkinél emlődaganat. Nyilván egy emlőszűrés az adott pillanatot tükrözi, ezután bármi lehet, hiszen ez nem egy védőoltás. Nagyon fontos a hölgyeknek az önvizsgálata. Én úgy gondolom, hogy amelyik hölgy meg is meri az emlőjét, az észre fogja venni, hogyha változás történik, bármi kis csomót tapint. Nagyon fontos, hogy nagyon gyakori panasz az emlő érzékenység, ez nem nagyon-nagyon ritkán jelez emlő daganatot. sokkal inkább a tapintható fájdalmatlan csomóra kell odafigyelni. Fordi, vissza, oldalt tudjanak? -e? Ahogy arról korábban híradónkban is beszámoltunk, a napfény rákbetegek és hozzátartozóik nagykanizsai klubjának tagjai október 4-én a csónakázó tónál tartottak egy egészségnapot. Megbeszéltük azt, hogy ma lesz a Márdák elleni séta, amit minden éve meg szoktunk csinálni, csak most a körülmények úgy adottak, hogy ez elmarad. Emlékezünk a gyaloglás világnapjára, és ezt a sétát, amit visszatérek a sétára. Hát ugye most a városban nem csinálta meg senki, mi úgy döntöttünk, hogy nagyon szép az idő, és akkor a csótonál a szabad levegőn mindenféle vírusmentes napot tudunk tartani. A klub jelenleg mintegy 70 tagot ölel fel, akik az egészséges életmód mellett mindannyian fontosnak tartják a rendszeres szűrővizsgálatokat és ellenőrzéseket.